Néhány nappal az orosz csapatok kivonulása után Herszonba látogatott az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, nem állunk meg, megyünk tovább, készen állunk a békére, az egész országunk békéjére. Közben fennáll a veszélye az orosz válaszcsapásnak is. A stúdióban Kaiser Ferenc. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, jó estét kívánok, köszöntöm nálunk. Hát nem túl jó hírek érkeznek Herszonból, nincs áram, nincs víz, a kivonuló orosz csapatok állítólag mindent megsemmisítenek, amit tudnak. Ugye pénteken vonultak be az ukránok Herszonba. Kezdjük ott, hogy ennek a városnak a visszaszerzése mit jelent az orosz-ukrán háború szempontjából? Katonai szempontból egy észszerű orosz döntés született az ott lévő erőknek onnantól kezdve, hogy a nyugati precíziós és nagy lőtávolságú fegyverrendszerekkel, tüzérséggel az ukránok lényegében használhatatlanná tették a Dnyeperen átvezető hidakat. Nem tudta az orosz hadvezetés lőszerrel, élelmiszerrel, bármivel is ellátni. Egyébként nem csak a katonáit, hanem az ott lévő polgári lakosságot, mondjuk utóbbit nem is nagyon forszírozták, tehát nem igazán volt Moszkva érdekében. Tehát katonailag ez egy szükséges lépés volt, Oroszország így megmentett valószínűleg több tízzel katonát, és őket lehet használni máshol. Politikai szempontból ez egy óriási kudarc. Tehát ugye papíron ez a terület önként csatlakozott ugye az úgymond népszavazásokon az Oroszországi Föderációhoz, és azóta a világ sajtót bejárták azok az önfeledten, majdhogy nem hisztérikus állapotban lévő ünneplő emberek, akik az ukrán csapatokat fogadták. És ugye megint jönnek a hírek arról, hogy mit műveltek az orosz erők megszállóként a városban. Tehát ez egy óriási politikai veszteség. Vereség. Politikai veszteség és óriási kudarc, ezt mondja. Putyin népszerűségére, Putyin helyzetére lehet a hatással? Ezt nem biztos, hogy mi tudjuk, de ön lehet, hogy... Ez egy nagyon jó kérdés, ugye mindenki mást mond. Ugye azt lehet látni, hogy Putyinra jelenleg a legkomolyabb nyomást a háborús héják fejtik ki, legalábbis az orosz médiában, leginkább azért, mert csak ők jutnak szóhoz. Tehát van egyfajta elégedetlenség. Megmagyarázza a háborús héjákat, esetleg ugye, az orosz politikai vezetésnek az a része, aki a háború első pillanatától kezdve, bocsánat, a különleges katonai művelet első pillanatától kezdve azt mondta, hogy teljes mozgósítás kell, több millió emberrel kellett volna megtámadni Ukrajnát, és rögtön az első pillanattól kezdve azt kellett volna csinálni, amit csinálnak az oroszok most, hogy a polgári lakosságot ellátó infrastruktúrát is, tehát a villany, hálózatot, a távhőt, a vízműveket, tehát hogy egész Ukrajnát kellett volna támadni, és ugye a háborút addig kell vívni, amíg Ukrajna, mint állam meg nem szűnik létezni. Ez nyilván irreális, pláne a nyugati támogatások fényében. Nem tudni. Nyilvánvaló onnantól kezdve, hogy a mozgósítás nemrég indult meg, alig több mint egy hónapja, és már több mint 80 ezer katonát ezek közül a szerencsétlenek közül bevetettek, és közülük valószínűleg már több ezeren haltak meg, hiszen ugye minimális kiképzettséggel és az információk alapján elégtelen, sőt kifejezetten hiányos és rossz minőségű felszereléssel vetik be őket. Tehát ez fokozni ezek fogja a lakosság. A fotók is ezek a matuzsálemi korú tankokról, amik kijönnek. Mihail Kasyanov volt orosz miniszterelnök, megszólalt ma, és azt mondja, hogy az orosz csapatok kivonása Harkivból és Herszonból annak a bizonyítéka, hogy Putyin kezdi elveszíteni a háborút. Úgy gondolom, néhány hónapon belül lezajlik a háború végső felvonása. Volt orosz miniszterelnökről van szó. Ön közelebb látja, ez lehet persze egy kommunikáció is. Ön, mint szakértő, közelebb látja most ezek után, az események után a háború végét? Sajnos nem. Tehát jelen állás szerint azt tűnik a valószínűnek, ugye ezzel az oroszok a Dnyeperen mentén tudnak egy erős védelmet kiépíteni, az ukránok is. Ugye a meglévő erők zöme az fel fog menni északra, tehát ugye északabbra, ahol ugye szárazföldön van a frontvonal a felek között, a Dnyeper az egy nagyon jó természetes határ, 1,5 kilométer széles, ugye ukrán nevén Dnipro, plusz még mocsárvidék, ahol duzzaszt van a gátaknál a szakasz nagy részén, ott ez akár 3-4-5 kilométer is lehet. Heves harcok vannak még mindig Donyeckben, és valószínűleg a felszabaduló erőkkel az oroszok megpróbálnak ugye itt támadni, hiszen ez az úgynevezett kelet-ukrajnai térség, ugye Donyeck és Luhansk oblaszt, ez az, amit
miatt a háború kezdődött, hiszen Putyin ezeknek a területeknek úgymond a felszabadítását, és tűzte ki először célul. Hát a következő napokban oda kell figyelni a Donbászra, azt mondja, tehát ott lehetnek nagyobb harcok. Az egyik ilyen. Itt nem számít támadásra Herszonban, mert valaki azt mondja, hogy hát nem mentek el az oroszok, és lehet, hogy még vissza fognak jönni, vagy támadni fogják a várost. Vannak arra utaló források, hogy kisebb, különleges műveleti csoportokat hátrahagytak. Az igazi probléma nem is ez, hanem az, hogy rengeteg csapdát, taposóaknát, robbanóeszközt hagytak hátra, és ugye, ahogy el is hangzott, mindent megsemmisítettek, amit csak tudtak. Igazából azért az ukránoknak csak feltűnt volna, hogyha jelentős orosz erők maradtak volna hátra, és ugye a folyón átkelni tekintettel arra, hogy a még úgy, ahogy álló hidakat visszanovás közben maguk az oroszok robbantották fel, az egy nagyon veszélyes dolog, ugye nyílt terepen fedezék nélkül kéne több mint egy kilométer megtenni ellenséges tűzben, iszonyatos véráldozatok árán sikerülhetne ez, és ugye ami most kiderült ebben a háborúban, hogy az oroszoknak jelenleg bármilyen meglepő élőerőből, lövészkatonából van nagyon kevés. A tárgyalások is messzebbre kerültek? Ugye van, aki szerint az ukránoknak most nem érdeke leülni, hát most lendületben vannak, nem fognak tárgyalóasztalhoz ülni. Ezt nagyon nehéz megint megmondani, mert azért nyilván az Egyesült Államok is, aki figyelte az amerikai kommunikációt, jó az részben csak a félidős választásokról szólt, finoman presszionálta, tehát egy picit odahatott, hogy kezdődjön meg valamiféle tárgyalás. Itt a probléma az, hogy az oroszok rögtön az elején közölték, hogy ők nyitottak a tárgyalásra, csak a jelenlegi helyzet alapján. Ez lényegében azt jelenti, hogy Ukrajna az eddig elfoglalt és még orosz kézben lévő területekről mondjon le, sőt, ha egy picit tágabban értelmezzük, akkor orosz szempontból van itt egy legitim népszavazás, tehát Ukrajna még vonuljon is ki az általa felszabadított területekről. Most nyilván ebbe az ukránok nem fognak bemenni, pláne nem azért, mert egyelőre olybá tűnik, ugye a nyugati politikusok és általában az EU-NATO vezetők, és főleg az amerikai nyilatkozatok alapján, hogy a nyugati támogatás az töretlen Ukrajna mögött. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondtam. Köszönöm mindezt. A lehetőséget. Most jön a mai téma Lampi Ágnessel. Szervusz Ági, kik jönnek ma hozzád? Szervusz, jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a nézőket. Hát nálunk az ársapkákról lesz szó, meg arról, hogy vajon milyen következménye lesz annak, hogy a kormány kiterjesztette az ástopot a krumplira és a burgonyára is, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Az biztos, hogy egyre több üzletlánc korlátozza az egyszerre megvehető tojás és a burgonya mennyiségét, a szakemberek pedig hát arra hívták fel a figyelmet, hogyha januárban is maradnak az ársapkák, akkor jelentős tojás és burgonya hiány alakulhat ki. Ehhez képest Nagy István agrárminiszter szerint viszont nincs ok az aggodalomra, mert hogy szerinte az emberek csak be akarnak spájzolni, mert hogy azt gondolják, hogy hamar véget ér az akció, és elfogy a boltokból az adott termék. Úgyhogy van kérdés bőven ezzel kapcsolatban, ezeket fogjuk átbeszélni a vendégekkel, Kóruzs Lajossal, Horn Gáborral és Kelle Jánossal, úgyhogy várom a nézőket. Maradjanak velünk és nézzék a mai témát, aztán Csat Tegri Viktorral, úgyhogy maradjanak jó sokáig velünk, holnap pedig itt lesz Máragon, várja önöket az Egyenes Beszédben. Viszontlátásra!